A vasárnapi gálaműsort, amelyen 89 család vett részt, Dongó József önkormányzati képviselő, az adományozó akció egyik szervezője nyitotta meg, majd Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket. A politikus egy olyan karácsonyi verssel készült a jelenlévőknek, amelyet most 92 éves édesanyjától hallott minden karácsonykor. Eljött a nap, mit várva vártunk, az égen csillagfény vagyunk, Jézuska fáját imádkozták a halkan szálló kis angyalok. Köszönjük néked, édes Jézus, hogy szíved minket így szegett, és az angyalok dalával dicsőítjük ma szent neved. Ezt a verset a közönséggel is megtanította, akik jó tanítványoknak bizonyultak. Jézuska fáját imádkozták a halkan szálló kis angyalok. Jézuska fáját ím elhozták a halkan szálló kis angyal. A beszédeket követően kulturális programmal folytatódott a gálaműsor, amelyben közreműködött többek között Mennyhárt Eszter, az országos Jenei Zoltán fuvola verseny különdíjasa, a Kodály Zoltán zeneiskola növendéke. Felléptek továbbá a Bankfalui óvoda gyermekei, valamint Tapodi Rihárd és Lengyel Viktória Liza versenytáncosok. Közreműködtek még a József Attila általános iskola diákjai, Varga Mihály Bajusz király, Dudás mesemondó, valamint Gárgyán Ildikó és H. Pintér Andrea. Az Amatőr Király Szakácsklub jóvoltából kaláccsal, teával, kakaóval, forralt borral és beiglivel vendégelték meg a jelenlévőket. A megmaradt adományok egy részét a hajléktalan szállóra, a gyermekruhákat pedig a családok átmeneti otthonába vitték el a szervezők.